Két hete annak, hogy Nyíregyháza polgármesterét megválasztották a Magyar Röplabda Szövetség elnökének, dr. Kovács Ferenc szerint sok a teendő, és meg kell erősíteni a sportdiplomáciai kapcsolatokat is. Ezért is utazott Antwerpenbe, ahol az Európa-bajnokságon szurkolt a magyar női válogatottnak, és tárgyalt nemzetközi vezetőkkel. Ez a feladat, hogy az egész röplabda ügyet, a szövetség munkáját erre a színvonalra emelni, ahol most a női válogatott van, és ezért dolgozni, illetve hát a női válogatottat is úgy támogatni, hogy ott is maradhasson ezen a szinten. Igazából ezért is mentem ki Antwerpenbe az Európa-bajnokságra, hiszen október közepén az Európai Szövetség elnökét is választják, ott Magyarországnak is szavaznia kell, és hát ilyenkor ugye rengeteg háttér megbeszélés zajlik. Én meg ugye, mint új ember ebbe a körbe, hiszen akkor voltam egy hete megválasztott elnök, nyilvánvalóan meg kellett ismerkednem mindenkivel, illetve velem is meg akartak ismerkedni. Az elmúlt 10 évben a szövetségnél egy elnök sem töltötte ki mandátumát, mivel a szervezetnél sok volt a probléma. Most a legfontosabb feladat, hogy megteremtsék a stabil anyagi hátteret ahhoz, hogy a válogatottak megfelelően dolgozhassanak. Szeretnék népszerűsíteni a sportágat a fiatalok körében, a strandröplabdát pedig továbbfejleszteni. A női válogatott 28 év után jutott ki az Európa-bajnokságra, és a legjobb 12 közé jutott. A keretnek a nyíregyházi származású Szakmári Gréta is tagja.